A játék kezdetekor a mozdony mögé annyi kocsit fogunk mindig fölpakolni, ahány játékos játssza a játékot. Ezután minden egyes kocsiba előre meghatározott mennyiségű kincset fogunk betenni, ezeket lehet majd a játék során megszerezni. Az első kocsiba, a mozdonyba betesszük a marsall figurát, ezt nem egy játékos irányítja, hanem minden játékos egyszerre fogja tudni irányítani akciókártyáknak a segítségével. A játék mindig 5 darab fordulóból áll, ezeket a fordulókártyákat mindig véletlenszerűen fogjuk kiválasztani, hogy milyen kártyák fognak szerepelni ebben a játékban. Ezután kezdődhet is az első forduló. Minden egyes fordulónak az elején minden játékos a saját pakliából fölhúzhat 6 darab kártyát. Ezek a kártyák fognak rendelkezésére állni a kör során, és ezekből a kártyákból fog tudni válogatni mindig, amikor rákerül a sor. Miután mindenki felhúzta a 6 lapját, fölhúzunk egy fordulókártyát is, ami meg fogja határozni, hogy ebben a fordulóban hány darab kártyát fogunk kijátszani. Emellett minden egyes kártyán van valamilyen speciális történés is, ami a forduló végén fog életbe lépni. Jelen esetben fékez a vonat, ezért mindenki, aki a kocsiknak a tetején tartózkodik, egyel a vonat mozdonya fele fog lépni a kör végén. Ezután sorban a kezdőjátékossal kezdve, amit a játék elején sorsoltunk ki véletlenszerűen, az első játékos le fog tenni egy kártyát a kezéből, majd ezután a második játékos is letesz egy kártyát, és így tovább, egészen addig, míg mindenki le nem rakott 4 kártyát. Igen ám, de az akciókártyákat, amiket kijátszunk, nem azonnal fogjuk végrehajtani, hanem csak a forduló végén, egymás után, abban a sorrendben, ahogy lehelyeztük őket, így nem tudjuk előre kitalálni, hogy pontosan melyik körben mi fog történni. Az akciókártyák, amik közül pedig választhatunk pedig, egyszer futhatunk, ezzel a vonat tetején, vagy ha bent tartózkodunk valamelyik kocsiban, akkor egyik kocsiból egy szomszédos kocsiba léphetünk át. Tudunk föl, illetve lefele mászni, ezzel, hogyha bent voltunk egy kocsiban, fölmászunk a kocsi tetejére, ha fönt voltunk a kocsi tetején, akkor bemászunk a kocsiba. Tudunk verekedni is, a verekedés úgy zajlik, hogyha egy olyan helyen vagyok, ahol egy másik karakter is jelen van, akkor mondhatom azt, hogy én akkor beleboxolok, és egy szomszédos kocsiba alárébb teszem az ő figuráját, valamint egy kincskártyát is elvehetek tőle. A következő akciónk a rablás akció. A rablás akció segítségével fölvehetek egy olyan értéket, ami ugyanabban a kocsiban tartózkodik, ahol én is. Ezt ráteltem a karakterlapomra, és remélem, hogy nem fogják elrabolni a játék hátralévő részébe. A lövés akcióval rálőhetek egy másik játékos társamra. Ez, hogyha fönn vagyok a kocsinak a tetején, akkor légvonalban bármilyen távolságra megtehetem, egyébként pedig, ha bent vagyok a kocsiban, akkor csak egy szomszédos kocsiban lőhetek át. Végül az utolsó akciónk pedig a marsának a mozgatása. Ilyenkor egész egyszerűen fogom a marsall figurát, és egy kocsival arrébb tehetem. Viszont a banditák nem szeretnek a marsallal egy helyen tartózkodni, ezért abban a pillanatban, hogy valaki találkozna a marsallal, felszalad a kocsinak a tetejére, és egy semleges tölténykártyát kap a pakliának a tetejére. Ezzel véget ér a forduló, újra keverjük a paklinkat, és újabb 6 kártya felhúzása után kezdődik a következő forduló. Akinek a legtöbb pénze van az 5. forduló végén, az nyeri meg a játékot. Jó szórakozást kívánok!